Egyetlen mérkőzés van hátra az idei női kézilabda bajnokságból, és még minden kérdés nyitott, mind a Ferencváros, mind pedig a győri Audietó KC még bajnok lehet. Az Audietó KC-nek a Békés Csabát kellene megvernie hazai pályán minél több góllal. Bódi Bernadett állít mellettem. Budesz, a feladat adott, hogy fogtok neki menni ennek a Békés Csaba elleni utolsó meccsnek? Hát teljes erőbedobással fogunk nekiállni a mérkőzéshez. Úgy gondolom, hogy a Budaörs ellen is így tettük. Az elején nem úgy sikerült, hogy szerettük volna, de hát megmondom őszintén, mert nagyon kevesen vagyunk, és nincs olyan játékos, akinek ne lenne valami problémája. Úgyhogy küzdünk, hajtunk, megpróbáljuk megszerezni a bajnoki címet, a lehető legtöbb gólt maximálisan próbáljuk hozzátenni, és meglátjuk, hogy mi sül ki belőle. Szerinted ez a 6 gól, amivel most jelen pillanatban előttetek van a Ferencváros, ez mennyire sok, mennyire kevés, le lehet dolgozni? Hogy látod ezt? Hát ez még pont a határeset, én azt mondom, meg ráadásul ők a Váccal fognak játszani. Én úgy gondolom, hogy nekünk valamelyes könnyebb mérkőzésünk lesz, vagyis hát ugye a papírforma alapján ezt mondhatom, hogy könnyebb mérkőzés elé nézünk. És hogyha a Vác ugye küzdeni fog és hajtani, ugyanúgy, hogy a Budaörs tette ugye a mi mérkőzésünkön, akkor azt gondolom, hogy lehet esélyünk a bajnoki cím megszerzéséhez. Ugye ez mostanában nem volt jellemző, hogy ennyire kielezett lett volna a bajnokság itt az utolsó fordulókban. Ez mennyire szokatlan, vagy úgy mondom, inkább mennyire voltatok erre felkészülő, hogy ez alakulhat így? Hát erre nem lehet felkészülni, így hozta a sors, hogy most az utolsó két mérkőzésen, ráadásul ugye a Final Four után teljes erőbedobással kell még ugye nekiállnunk az utolsó két mérkőzésnek, hát nem egyszerű feladat. Én azt mondom, hogy mind a Fradi és mind az Eto, ettől függetlenül, hogy ki lesz a bajnok, abszolút megérdemel mindenféle gratulációt, tehát nem tudom, hogy ki lesz a bajnok, mi mindent meg fogunk tenni, nyilván ők is mindent meg fognak tenni, de le a kalappal mind a két csapat előtt, mert ez az utolsó percben lehet az is, hogy az utolsó percben fog eldőlni a bajnoki cím sorsa, és hát ez a kézilabda barátoknak meg eléggé, tehát biztos, hogy mindenki izgulni fog a saját csapatáért, ez egy természetes dolog, és nagyon remélem, hogy a minden szurkoló, minél több szurkoló ki fog látogatni, mert ez ugye ez mindenkinek nagyon fontos, ugyanúgy ez a bajnoki cím megszerzése.